A karcagép motoros találkozó Magor szervezőjétől, Senta Lászlótól megtudtuk, a találkozóra már nem csak a környékről, hanem az ország számos pontjáról érkeznek a Nagykunság fővárosába motorosok, de határon túlról is vannak itt a motoros barátok. Köszöntöm nézőnket, Senta Lászlóval beszélgetünk, hiszen ismét van motoros találkozó. Azt gondolom, hogy sokan várták, hogy megrendezhessék, hiszen tavaly nem lehetett megtartani. Így van, a tavalyi járványügyi intézkedések miatt nem tudtuk megrendezni a tavalyi motoros találkozót, így nem elmaradt, hanem egy új dátummal idén a komplett műsort áthelyeztük. Itt már azért érkeznek, egy picit ugyan föltámadt a szél, de hát ez a motorosokat nem fogja zavarni. Már azt mondta az előbb, hogy beszéltük, hogy már több mint 200-an vannak, de még érkeznek a motorosok. Mire számít éjszakára? Hát remélem, hogy elérjük ezt a péntek este, szoktunk záráskor ilyen 5-6, talán 700 főt is elérni, remélem, hogy ezt idén is tudjuk hozni. Láttuk itt azért, hogy kisgyermekesek is vannak itt, tehát ez igazi családi buli lesz a mai este, gondolom. Így van, családbarát rendezvényt szoktunk tartani, vagy próbálunk tartani. Ez azt hiszem, hogy többé-kevésbé sikerül, mert másképp nem hoznák vissza a gyerekeket évről évre a vendégek. Kik lesznek a fellépők? A mai este a Brain Brain fogja nyitni a sort, ők karcagi zenekar, tehát helyi illetésű zenekar. Utánuk az Iron majdnem lép színpadra, azt követően a Blues Company, hát ők nagyon sokat voltak már Karcagon, illetve itt egy zenekari csere volt, mert a Smith & Wessons jött volna Békés Csabáról, de szóltak a mai nap folyamán, hogy a gitárosuk valamilyen betegséget kapott el lázzal, hasmenéssel, és helyettük a Best Company fog beugrani, ők is karcagiak. Beszéljünk a szombatról, hiszen az szokott a leglátványosabb és a legmozgalmasabb is lenni. Így van, szombaton a koránkelőknek azt terveztük, hogy megnézzük az Ádorhidat, illetve a magyarkai kunemlékhelyet, hogyha az időjárás engedi, mert ha kapunk esőt, akkor nem biztos, hogy kimegyünk a motorokkal csúszkálni oda a földútra. Délután 2 órakor, illetve 14 órakor lesz a városban a motoros felvonulás rendőri felvezetéssel. Ahogy visszaértünk, elkezdődnek a hagyományos játékok, skander, dugattyúlok és sörpörgő, tehát amik szoktak. És akkor délután 5-től újabb 5 koncert, a Rod, nem Road, hanem Rod, utánok az Exxon. Itt láttuk az előbb, hogy azért kordont is kellett építeni, hiszen a járványügyi szabályok bizonyos szinten korlátozzák a rendezvényt is. Így van, magát a találkozón való részvétel nincs korlátozva, viszont a koncert rész, tehát a zenés-táncos rész, az védettségigazolványhoz kötött, ezért egy kordonnal lerekesztettünk egy területet, ahol csak a védettségigazolvánnyal rendelkezők tudnak belépni. Őket már a kapunál leellenőrizzük. És hát minden adott ahhoz akkor, hogy egy jó 3 napos buli legyen itt. Én azt kívánom, hogy az időjárás akkor kicsit kegyes legyen önökhöz. És hát az, hogy akkor a 20. jövőre az igazi 20., az pedig még nagyobb buli legyen, hiszen még több motoros el tudjon jönni. Nagyon reméljük, hogy így lesz, bízunk bennem, és nagyon szépen köszönjük.